A Sajó völgyében fekvő Berzéte ősidőktől fogva magyar település. Már a tatárdulás előtt vásárokat rendeztek ott a gömörieknek. Berzéte Rozsnyó városának nemesi székhelye volt. Erre utal a községben található négy kastély, illetve kúria is. A berzétei református templom a Felvidék talán legidősebb református temploma. A régészeti feltárásokból arra következtethetünk, hogy az épület a kezdeti időkben nem templomként funkcionált. Az ásatások alapján talán egy főúri lakhely, várszerű erődítmény lehetett. A gótikus stílusú református templom a 13. században épült, melyet később a 14. és 15. században is átépítettek. Az északi templomhajóval 1723-ban bővítették ki, 1806-ban pedig a gótikus templomhajóba nyíló oldalbejárattal egészült ki. A templom falait támpillérek erősítik, a templomkertet lőrésekkel ellátott magas kőfal övezi. Szószéke késő barokk stílusú, a 18. századból, harangjai a 19. század közepén készültek. A települést az 1940-es évek óta változatlanul mintegy 1300-an lakják. A mindössze 156 lelket számláló, teljesen magyar ajkú református gyülekezet már évek óta embert próbáló harcot vív az ősi templom felújításáért, vallásukért, identitásukért, hogy magyarok maradhassanak. Tompa Mihály tőlünk nem messze volt református lelkész, prédikátor. Ő írta, hogy mint pusztulunk, veszünk, s mint oldott kéve széthull nemzetünk. Sajnos ezt látom, hogy nagyon kevés magyar gyermek születik. Nekem az 5 településen, összesen 5 faluban vagyok református lelkész, az 5 településen összesen 6 gyerekem van, 5 faluból 6 lélek. Viszont hűtlen szolga az, aki megfutamodik, aki nagyobb gyülekezetbe megy. Nekünk itt van feladatunk megmenteni ezt az épített örökséget, őrzők lenni a végvidéken, a végvárakon, és hitet és reménységet adni az embereknek. A századfordulón, a még teljes mértékben magyarok lakta Berzéte, 1920-ban a Csehszlovák köztársasághoz került, de az 1938-as bécsi döntés jóvoltából újra az anyaországhoz csatolták. 1945-ben ismételten a trianoni döntés következményeként már a felére fogyatkozott a helybéli magyarok aránya. A református tiszteletes, emberfeletti munkával tartja egyben a magyar ajkú gyülekezetét, mely ünnepnapok alkalmával évente többször is megsokszorozódik. Nálunk vannak olyan istentiszteletek, amikor 200-300 ember van, vagy éppen nem férünk már be. Vannak különféle rendezvényeink, ifjúsági találkozók, motoros találkozók, egy árvaházat építünk a templom tőszomszédságában. Amikor ilyen templomkerti fesztiváljaink vannak, akkor, és ezt büszkén mondom, bár nem az enyém a dicsőség, hanem az Úristeni, hogy nem férünk be a templomba. Ennyien vagyunk.